Budán, a Krisztinában van egy gyönyörű templom, mindenki ismeri a Havas Boldogasszony templom, megvan a szentelésnek, a körülményeknek, mindazok a lenyűgöző történelmi mozzanatai, amelyek egy fontos helyszínné teszik Budapest egyház történetében. Állítólag szerencsehozó templom volt ez, ugyanis egy olyan kegyképet őriznek benne, amelyet egy kéményseprő hozott Itáliából. Az a hagyomány, hogy egy Franzin Péter, talán Francini, Francino lehetett az olasz neve, érkezett Itáliából, Piemontból, egy Ré nevű falucskából, amely egyébként híres volt arról, hogy sok kéményseprőt adott a világnak, és nagyon szerette azt a szentképet, amely az ő fiatal korában ugye, meghatározta a falu és az egész völgy a vallási életét, egy híres zarándokhelyről és búcsújáró helyről van szó, és a kép pedig Máriát ábrázolja, amit éppen szoptatja a gyermeket. Van egy hagyomány, hogy egy vére hulló kép volt ez, mert véletlenül egyszer egy verekedés során egy kővel eltalálták, és utána csodálatosan a kép véreztet kezdett. Talán ez a kéményseprő vonatkozás is népszerűvé tette, és talán ez volt az oka annak, nem tudjuk egészen pontosan, hogy a legnagyobb magyar, Széchenyi István itt ebben a templomban esküdött meg 1836. február 4-én Seylen Cressanszal, az Seylen Aspang osztrák grófi család tagjával. Egyébként ez nem egy túlságosan gazdag család volt ez, de voltak hivatali kapcsolataik, és hát részei voltak természetesen a birodalmi arisztokráciának, annak az arisztokráciának, amely szorosan összefonódott a magyar elittel. És így azután Szicsi Károly gróf, aki a királyi kamarának volt a vezetője, harmadik házastársaként a fiatal Cressanszot választotta. Nem akármilyen döntés volt ez az ifjú hölgy részéről, ugyanis már volt 7 gyermeke Szicsi Károlynak előző 2 házasságából, majd pedig az ő kapcsolatokból, ami hát persze alapvetően nyilvánvaló, hogy egyfajta birtok és hivatali viszonyokat is kalkuláló, egyfajta érdekházasság volt, de nem a kölcsönös tisztelet nélkül, végül ebből a házasságból is 7 újabb gyermek született. És miközben a magyar arisztokrácia életébe bekapcsolódott ez a bájos osztrák grófnő, közben megismerkedett Széchenyi Istvánnal. 1924-ből van az első napló bejegyzés, amelyben Széchenyi jelzi, hogy Oroszvárra megy kocsival Cressansz. Oroszvárra, ami egyébként nagyon közel van Cenkhez, tehát kocsival egy pár óra alatt át lehet menni. Ez ma már a határ szlovákiai oldalán van, azokhoz a kis községekhez tartozik ez, amelyek a II. Világháború után még Szlovákiához, az akkori Csehszlovákiához lettek hozzácsatolva. Az oroszvári romantikus kastély ma is megvan, persze nagyon átépítve. Nos, itt találkoztak rendszeresen, és fokozatosan kiderült, hogyha Széchenyi naplóit megnézzük, akkor érzékeljük azokat az érzelmi hullámokat, azt az energiát, ahogyan ez a szerelem kibontakozott. Széchenyinek nagyon bonyolult érzelmi élete volt korábban is, ez közismert, ugye nehezen találta meg azt a hozzá méltó érzelmi világot, amiben úgy érezte, hogy olyan kapcsolatra tehet szert, ami méltó azokhoz a célokhoz, azokhoz a tervekhez, amelyekkel ő élni akart. Az első kapcsolata mai napig rejtélyes egyébként sógornőjével, Caroline Meade-del, de nagy szerelmei volt a Caroline-nak a húga, Selina Mead, de szerelmes volt Hunyadi Gabriellába, szerelmes volt Liechtenstein Henriettába, és hát ezek a vonzalmak, ugye, és hogy lehet ebből megfelelő házasságot csinálni, ez is része volt annak a családi politikának, amiben Széchenyi valamilyen mértékben hagyta, hogy az édesanyja és az édesapja is bevonják, de valójában arra vágyott, hogy olyan érzelmi kapcsolatra tegyen szert, hogy az a szerelem az méltó legyen azokhoz a törekvésekhez, amelyekkel ő az életét a 20-as évek közepétől elképzelte. És tulajdonképpen egy lenyűgöző találkozás volt ez, egy csodálatos
pillanata a magyar történelemnek, ugyanis egy lehetetlen dolog. Már három gyerek akkor megvolt Zichy Károlytól. Kresszon az ugyan vonzódó Széchenyihez, de nem akart vele, titokban bujkálunk. De azt sem akarta, hogy fütyülünk a társaságra, és eljátsszuk azt, hogy a valódi házasságunk az csak látszat. Nem akarta ezeket. Széchenyi viszont a lehetetlent megpróbálva ráérzett egy lehetőség. Ráérzett arra, hogy az ő közéleti tevékenysége, az ő egy nemzetet fölemelő, nagyszerű programja összekapcsolódik az asszony iránti reménytelen szerelmével. És ezzel, azzal a teljesítménnyel, ahogyan ő az életművét fölépítette és elkezdte megvalósítani, ezt teszi le, mint egy áldozattól az asszony elé, és mint egy érzékelteti, hogy az ő szerelme is beleépül azokba az erőfeszítésekbe, amelyeket ő, mint politikus, mint államférfi, mint a nemzet mindenese, mint a reformkor első nagy programadó személyisége ugye az életét elképzelte és megvalósította. És a barátok ezt felismerték, szerették, támogatták őt, és ebben a helyzetben bontakozott kezdve, és működött ez a szerelem, míg azután a történelmi véletlen új fordulatot adott ennek, 10 év múlva meghalt Zichy Károly, és megnyílt a lehetőség, hogy a szerelem beteljesedjen. 36-ban így feleségül vette az özvegyet Széchenyi, még született, ugye 3 gyermekük, sajnos a Júlia, a kislány, hamar meghalt, de 2 gyönyörű fiú, és ettől kezdve az Ellen Cressence a Széchenyiek nagyasszonya lett, egy nagyszerű, okos, szimpatikus és szeretnivaló asszony, aki a megbetegedő Széchenyi mellett is nagyszerűen betöltötte szerető hitvesi hivatását.